Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Délczi Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kultúrpercek magazin műsorát látják. 158. adásunkban tekintsünk vissza az elmúlt hónap gondorosi kötődésű kulturális és sporteseményeire. Augusztus első napjaiban közel 70 fiatallal megalakult a Magosz Békés-megyei ifjúsági tagozata, amelynek elnökségébe két gondorosi is bekerült. Hernádi Noémi állattenyésztési és takarmányozási mérnök, egy jövendőbeli jogász és Óvári Csaba vetőmaggazdálkodási szakmérnök, aki egyben a gondorosi gazdakör elnökségének is a tagja. Feladatuk ellátásához jó munkát kívánunk! A nyár utolsó hónapjában a nagyterem és a kemence festésével befejezésre került a Magyar-Szlovák Táj és Alkotóház rekonstrukciója Kondoroson. A Legendák Földje Alapítvány köszönetet mond mindenkinek, aki munkájával részt vett a tájház felújításában. Előző adásunkban a kondorosi nyári táborok kapcsán riportot készítettünk Dékány Évával, az Alma Lovastanya vezetőjével, és Korka Gáborral, a kondorosi Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület elnökével. Évi és Gabi élete augusztus 8-án fontos ponthoz érkezett, hisz a kondorosi csárda előtti téren népes vendégsereg előtt kimondták egymásnak a boldogító igent, és ezzel házasságot kötöttek. A felejthetetlen pillanatban stábunk is ott volt, a Kultúrpercek műsor készítői és nézői nevében mi is nagyon sok boldogságot kívánunk. Szintén augusztus 8-án újra megrendezésre került a Sördögök kispályás labdarúgó csapat által szervezett családi nap. A tájházban megtartott programról tekintsék meg beszámolónkat és riportunkat. Köszöntöm a Kultúrpercek nézőit innen a Kondorosi Tájházból. Eltelt egy év, és ismét itt vannak a Sördögök család összetartásra, illetve egy családi nagyon szép napra. Itt ül mellettem Kocsondi Bálint. Köszöntelek, Bálint! Én is köszöntöm a kedves nézőket! Eltelt egy év, és ugye arról beszélgettünk tavaly évben, hogy reméljük, hogy lesz ebből egy folytatás. És való igaz, így lett? Így lett, igen. Megpróbáltuk a másodikat összehozni, és úgy néz ki, sokkal többen összejövünk, mint a tavalyi évben. A pizzasütés most idén elmarad, egy jó kis körömpörkő zúzával lesz a menü. Hotdoggal, kukoricával, gófrival, fagyival, és egy kis sörrel. Egy év ugye eltelt. Azóta gyarapodott a család, mert ha jól tudom, igen. Igen, gyarapodtunk egy fővel biztos, a Kocsondi család is gyarapodott, így egy fővel több lett a Sördög család is. Igazából egyre többen vagyunk, most a kondorosi csapatból próbálunk fiatalokat igazolni magunkhoz, ide csalogatni, mindig próbálunk valami újat. Idei év sajnos nektek sem úgy alakult, ahogy szerettétek volna, ugye már a sportterén, hiszen a vírus ebbe beleszólt. De azért gondolom, hogy ti összejöttetek néha-néha egy kis örömfocira. Igen, amikor időnk megengedte, akkor nyilván minden héten egyszer összejöttünk egy kis baráti focira. A tavaszi szezon sajnos elmaradt, mint mindenhol máshol. Negyedik helyen zártunk így, hát lehet, hogy itt szerencse is, vagy hát ezt már úgyse fog sose kiderülni. Meg volt tartva a szokásos Sördög fiús rendezvényünk is kint Gyomaendrődön, meg volt egy vacsoránk is ebbe az évben már, úgyhogy igazából minden működött a foci kivételével. Jó egyébként látni, hogy ennyi régi Sördögök tag itt van most jelen pillanatban. Ugye itt ül mellettem Pali is, aki ugye hát szintén alapító tagja a csapatnak. Pali, ahogy én hallottam, hogy neked kellett volna hozni a halat, ha jól tudom? Igen, csak az időjárás egy kicsit közbe jött, úgyhogy a hal bemaradt a vízbe. Igen, vissza szoktam engedni, így meggondoltuk magunkat, akkor inkább pörkölt le. Bálint, akkor most már lassan dél lesz, és reméljük, hogy a köröm is hamarosan bele fog kerülni a bográcsba. Kívánunk nektek nagyon szép napot, jó időt, jó fürdést. Reméljük, hogy nagyon sokáig ez a Sördögök család, ez marad és működik és megy tovább. Köszönjük szépen, mi is egyben reménykedünk. Kedves nézőink, viszont látásra, és akkor hogy mondjuk? Hajrá, Sördögök! Az anyateljes táplálás világnapját ünnepelték a kisgyermeket nevelő édesanyák városunkban. Augusztus 13-án a Szlovák Táj és Alkotóházban Litauszki Beáta védőnő szervezésében mind az édesanyák, mind a gyermekek számára színesebbnél színesebb programok kerültek megrendezésre. A tájház udvarán többek között ugrálóvár, zsákba macska, játékos vetélkedők, míg a nagyteremben zenés gyermekműsor válta a kondorosi csemetéket.
A rendezvény keretében elismerésként egy szál virággal köszöntötték azon kondorosi édesanyákat, akik az elmúlt egy évben szültek és gyermeküket legalább 4 hónapon át anyatejjel táplálták. A délután már az édesanyákról szólt, mely program az Anya Wellness elnevezést kapta. Ennek keretében az édesanyák térítésmentesen vehettek igénybe különböző szépészeti szolgáltatásokat, de volt filmvetítés is, valamint nem maradtak el a jó hangulatú beszélgetések sem. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki részt vett a remek nap megszervezésében, és bízunk benne, hogy tovább folytatódnak városunkban az ilyen jellegű pozitív kezdeményezések. Köszöntöm a Kultúrpercek nézőit! Minden évben, december 31-én egy jótékonysági futógálával zárul az év itt Kondoroson. Itt ül mellettem Laszkás Edina, ezen rendezvények szervezője, illetve főszervezője. Köszöntelek, Edina! Köszöntelek én is, sziasztok! Ebben az évben rendhagyó módon augusztusban is sor került egy ilyen rendezvényre, méghozzá 15-én, szombaton, ahol egy jótékonysági sportnap került a Városi Sporttelepen megrendezésre. Ha erről néhány szót mondanál nekünk, Edina! Augusztus 15-én egy jótékonysági sportnapot szerveztünk. 2018-ban futottunk Márkus Erikáékért és az egész családjukért, és most ismét ők voltak ennek a rendezvénynek a kedvezményezettjei. Aktuálissá vált egy ilyen segítségnyújtás, és hát rövid időn belül, 2 hét alatt kellett megszervezni mindent, ami a pályán lezajlott. Kicsit kapkodós volt a munka, de úgy gondolom, hogy jól sikerült. Nem csak abból azokból volt ez rendhagyó, hogy most ugye évközben is került egy ilyen jótékonysági rendezvény megszervezésre, hiszen ez mindig attól függ, hogy mikor és kinek és miért kell. Viszont a másik, ami miatt rendhagyó volt, ugye, hogy szilveszterkor csak futunk. Most viszont Kondorosan azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy a létező összes sportág, illetve szervezet képviseltette magát. Próbáltam megkeresni a kondorosi sportegyesületeket, akik esetleg kint a pályán is tudnának valamilyen műsorral vagy programmal szolgálni, hogy minél nagyobb nézőközönséget vonzon a program. Így kijöttek a kosarasok a bitumen pályán egy barátságos kosárlabda mérkőzésre, a teniszpálya a teniszeseké volt, illetve azok a lelkes érdeklődők, akik szerettek volna teniszezni, kipróbálni a sportágat, akkor azok is játék lehetőséghez jutottak. A lézerharcos gyerekek, azok egész délutánra hangáltak a pályán, emellett volt még arcfestés, aerobik bemutató, illetve bemelegítés, kickboxos bemutató, újjáalakult Katénak az első bajnoki mérkőzését tekinthették meg a résztvevők, volt, illetve tervben volt egy Sördög öreg fiúk foci, viszont pont egy kicsit esősebb idő következett, és ezt a mérkőzést lefújták. U7, U13-as focis gyerekek is tervben voltak, viszont az eső miatt ők is elmaradtak. Igazából az eső pont arra volt jó, hogy ezt a két programot elmossa. Az érdeklődők nem mentek haza emiatt, tehát nagyon kitartóak voltak, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan kilátogattak. Körülbelül 350 látogatónk volt, plusz a vidéki foci csapat játékosai.
Nyilván épp ezt akartam kérdezni, hiszen kim voltunk, és láttuk, hogy nagyon sokan eljöttek, és nagyon sokan meglátogatták ezt a jótékonysági rendezvényt már eleve, ugye? Jól tudom ugye, hogy Erikáék azok nem voltak kint. Erika személy szerint nem jött ki, viszont Geri a gyerekekkel kilátogatott. Délelőtt mondta is Erika, hogy meleg van, ő ebben a melegben nem szeretne kijönni, mondtam, hogy persze tiszteletbe tartom a döntését, viszont Geriék nagyon jól érezték magukat a gyerekek, lovaskocsikáztak, úgyhogy arcfestés ez meg az, vagy csillámtetkó. Igen, valóban nagyon aranyosak voltak a gyerekek, ahogy játszottak, illetve a csillámtetkónál, ahogy ültek és mosolyogtak, valamint láttuk, hogy a Dankó Marcell, illetve Medvegy Zoli is kim volt a fogadtal, ahol ugye lehetett egy kicsit ugye a hármas számú pályán kocsikázni, valamint akiket még azt hiszem talán nem említettünk meg, igen, a futók, illetve... Az Atlétika Egyesület, igen, tiszteletfutása volt, és a dárcosok is kint voltak. Így van, a helyi dárcklub, amit ott, ha jól emlékszem, pontosan ott is álltatok mögött állították, igen, fel a kis, igen, rögtönzött pályájukat. Nagyon sok ember kellett ehhez, Edina, hogy ez így ebben a formában és ebben a minőségben, és azt mondom, és ezt nagyon kiemelném, és vastagon, hogy ebben a minőségben ez a jótékonysági rendezvény lezajlott. Kik voltak azok, akiket megemlítenél, nyilvánvalóan remélhetőleg ki nem hagyva senkit, akik ebben segítették a te, illetve a te csapatod munkáját? A felsorolt egyesületek mellett a kézislányokkal ültünk a bejáratnál, és fogadtuk a látogatókat. A sátorállítástól a pakolásig tényleg az összes egyesület kint volt és segített. Most csak én ülök itt egyedül, de ők is nyugodtan itt ülhetnének mellettem, és az egész stúdió tele lenne, mert annyi ember segített. Meg hát nyilván ezt egymagam nem tudtam volna megcsinálni, tehát innen is köszönöm az ő munkájukat. Nem csak lelkes egyesületi tagok, hanem lelkes civilek is segítették ezt az egész szervező munkát, tehát nyilván, hogyha ők nem lettek volna, és az egyesületek nem lettek volna, akkor a jótékonysági sportnap sem úgy sikerült volna, ahogy az tényleg sikerült. Tehát mindenkinek a segítségét nagyon szépen köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ismét ékes példáját és bizonyítékát adtátok annak, hogy igenis mi kondorosiak össze tudunk fogni, tehát az összefogás ereje az igen nagy itt Kondoroson, ez lehet bármi. Nagyon sok példát felhozhatnánk, de én azt hiszem, hogy ezek a legszebb példák, amiket rajtatok keresztül ugye megismerünk minden év december 31-én, és hála jó Istennek már most ugye évközben is. Körvonalazódik-e már a 31-i futógála, vagy még erről ne beszéljünk konkrétan? Tervben van, természetesen, tehát nem is gondolkoztunk azon, hogy esetleg töröljük. A jelenlegi vírushelyzet azért bármiből beleszólhat. Most próbálunk egy B-tervet megfogalmazni magunknak, és valahogy ezt követni, hogyha az A-terv nem valósulhat meg. Azért a sportcsarnok ez egy zárt tér, nyilván a létszám is limitált lesz, tehát ha a tavalyi létszámot nézem, ami 487 fő volt, az nagyon közel van az 500-hoz. És hogyha azt a rekordot is túlszárnyaljuk, akkor nem fogunk, tehát akkor az 500 fő az nyilván meg, az 500 főt meg fogja haladni ez a létszám. Ezért mindenféleképpen kell gondolkodnunk egy B-tervben, de az biztos, hogy lesz szilveszterkor futógála. Igen, ezt örömmel halljuk és reméljük, hogy ez így is lesz, vagy így, vagy úgy, legfeljebb másfél méteres közzel futunk, tehát ezzel olyan nagy próbaival én szerintem nem lesz. Viszont még egyszer akkor enged meg, hogy gratuláljak nektek ehhez a csodás rendezvényhez, mivel mindenki jól érezte magát, legyen az apraja, nagyja, vagy csapat, vagy egyedülálló ember. Remélem, sőt biztos vagyok benne, hogy ugyanilyen szívvel és lélekkel fogjátok csinálni idén decemberben is, mint eddig. Edina, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és sok sikert neked is, a csapatnak is, december 31-éhez. Én köszönöm, segítőtársaim nevében is. Jó játékkal és értékes pontszerzéssel mutatkozott be a Békés megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban az újra szerveződött Kondorosi Téje. Augusztus 15-én a városi sporttelepen csapatunk a Füzesgyarmati Sportklub második csapat ellen 1-1-es döntetlenre végzett. Tekintsék meg beszámolónkat! Köszöntöm a kedves nézőket! Valamivel több mint egy év után ismételten bajnoki mérkőzésre kerül sor itt a Kondorosi sportpályán. Itt áll mellettem Kunstár János, szakosztályvezető. Üdvözöllek, Jani!
köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a nézőket, és köszöntelek titeket. És nagyon örülünk ennek az érdeklődésnek, ami van részetekről, meg az egész közvélemény, hogy így tájékoztatva van a dolgokról. Mi is nagy izgalommal várjuk ezt a mai mérkőzést. Egy éve ugye nem volt mérkőzés, de most ugye én úgy érzem, hogy megfelelően fölkészült a csapat. Tehát fölkészültünk, és várjuk, hogy mire leszünk képesek. Egy nagyon erős csapatot kaptunk első meccsen, amitől egy kicsit ugye tartunk, mert nagyon sok rutinos játékos van az ellenfélben a füzes gyarmatban, és nem tudjuk, hogy mire lesznek képesek a mi fiataljaink. Ismeretlen az osztály számunkra, tehát nem tudunk tervezni. Tehát csapatnak tűztünk ki egy célt, szakosztály értekezleten megvolt, hogy az első hatba szeretnénk kerülni, az első négy az automatikusan följut magasabb osztályba. Ami azt jelenti, hogy a másodosztályba, igaz? Másodosztály, igen, másodosztály följut, de csak az utazások miatt szeretnénk fölkerülni. Amúgy nekünk teljesen mindegy, hogy ebbe az osztályba játszunk, vagy a másikba. Csak a többi osztályba olyan 30-40 kilométert kell utazni, itt meg 80-100-akat kell utaznunk ugye messzire. Tehát éppen ezért szeretnénk maradni, illetve azért szeretnénk följutni. Jani, ami szerintem mindenkit foglalkoztat, hogy csütörtökön, ha jól tudom, volt ugye egy kis megbeszélés a fiúkkal, igen, meg az edzővel. Milyen hangulat volt akkor az öltözőben? Nagyon jó volt a hangulat, tehát a fiúk nagyon lelkesek, és ugye jó a hozzáállásuk. Mondtam nekik, hogy tehát erre kell törekedni, akkor is, ha véletlenül egy erősebb csapattal játszunk. Tehát nem szabad, hogy kedvüket vegye. Nagyon a legtöbb fiatalunk nem is játszott még felnőtt bajnoki mérkőzést, tehát a tehát az 50-60%-a nem játszott felnőtt bajnoki meccset, csak ifjúsági bajnokságban, és ugye a felnőtt bajnokság az teljesen más, mint egy ifjúsági, és ugye kíváncsiak várjuk, hogy mire lesznek képesek, ugye? Mi is kíváncsiak vagyunk, Jani, megmondom őszintén, viszont egy kérdést azért föltennék neked most így a végén. Sör, tökmag van? Van, igen, van, és ez lesz, és akkor ez lesz, és utána már csak győzni kell a csapatnak, és hajrá Kotte! Így van, hajrá Kondoros! Köszöntöm a kedves nézőket! Immár véget ért az első bajnoki mérkőzés itt a Kondorosi sportpályán, ami én úgy gondolom, hogy egy szenzációs eredménnyel, 1-1-es döntetlennel végződött. Itt áll mellettem Jurák György, a Kondorosi TE vezetőedzője. Üdvözöllek, Gyuri! Üdvözlöm a nézőket! Ami a legfontosabb, mi volt az elsődleges gondolatod, hogy mi lesz a mérkőzésnek a kimenetele? Hát egy lelkes, hazai, újra összeállt csapat, egy nagyon rutinos, füzesgyarmati csapattal
nem tudtam, mi lesz a végkifejlet. Az erő a rutin ellen, nem tudom. Ez így indultunk neki ennek a mérkőzésnek. Igen, nem tudtuk, hogy mi lesz a végkifejlet, de tudomásom szerint nagyon pozitívan, nagyon erősen állt a csapat az egész mérkőzéshez hozzá. Fiúk mind a felkészülést végignyomták, munkahely, iskola miatt kicsit fokhíjasan, de mindenki oda tette magát. Szívvel, lélekkel futballoztak is, és majdnap látszódott rajtuk, hogy van súly annak a zöld-fehér meznek, ami rajtuk van. A mérkőzés végén igencsak meghúzták a fiúk a gyeplőt, vagyis akár győzhetünk is volna. Így érzete is, Gyuri? Így van. Helyzeteink alapján 2-3 góllal is győzhetünk volna, de ez még a rutintalanság, fiatalság rovására írható. Igen. Én úgy gondolom, hogy semmi mást nem kell, hogy tegyünk ennek a kondorosi csapatnak, csak az, hogy gratuláljunk ehhez a mai teljesítményhez. Neked is, Gyuri, Zsoltinak is, az egész vezetőségnek és a fiúknak, és én úgy gondolom, hogy akkor engedjük meg azt, hogy a csapat megünnepelje az első mérkőzésen megszerzett első pontját. Még egyszer gratulálunk, Gyuri, ehhez a mai eredményhez, az egy ponthoz, a csapatnak, mindenkinek. Hajrá, Kondoros, csak így tovább. Hajrá, Kata! Augusztus 15-én került megrendezésre a második Kecskesori mulatság. A program megnyitója és a finom vacsora után a zenét Pangós Anyi biztosította. 6 hónap után, augusztus 15-én újra retro party volt Kondoroson a művelődési házban. A summer party jó hangulatáról a két DJ, Olá Peti és DJ Svalbé gondoskodott. A szervező és a kondorosi csárda köszönetet mond minden kedves vendégnek a programon való részvételét. Tegyétek fel a kezeteket, és utána kicsit magyarosítva tegyétek fel a cseretet.
közelmúltban megtartott Békés megyei Kimittut döntőjében mind a közönséget, mind a zsűrit elvarázsolta bűvész mutatványaival Szappanos Ádám. A 19 éves kondorosi fiatalember produkciójában a humor, a zene és a trükkök lendületes egységet alkottak. Gratulálunk a versenyen elért harmadik helyezéshez. A folytatásban következzen adásunkban Ádám új műsora, a Bűvész percek, amihez mindenkinek jó szórakozást kívánunk. Sok szeretettel köszöntöm a Kultúrpercek nézőit, Szappanos Ádám vagyok, és ez itt az első Bűvész percek. Ebben a műsorokban hallhatnak bűvész híreket, infókat, beszámolok a Viharsarok Bűvészklub legújabb eseményeiről, rendezvényeiről, találkozókról, fellépésekről és aktuális előadásokról. Beszélgetünk műsorajánlókról, felhívásokról, mutatok majd bűvésztrükköket, néha meg is tanítok néhányat közülük, sőt, valószínűleg vendégekkel is bővül majd a műsorunk, úgyhogy röviden bármi, ami a bűvészettel kapcsolatos, az itt megjelenik. Rögtön egy gondolatolvasós mutatvánnyal kezdenék, itt a kamera mögött Petit megkérném, hogy gondoljon egy 1 és 5 között egy pozitív egész számra. Úgyhogy mondd ki hangosan. 4. 4? 4. Augusztus 15-én szombaton lezajlott a ifjúsági műhelyben a 6. Békés megyei amatőr bűvész találkozó. Elgondolkodható mutatványokban lehetett részük az odalátogató vendégeknek. A 6. találkozónkon Szőke Kis Vince szakmai miniszemináriumát hallhattuk a jelölt paklikról, és Varga Pál Pasenko Bohóc tartott nekünk egy workshopot. A nap folyamán fellépett még Gombkötő Alex, és házigazdaként jó magam is. A fellépők között értékes tapasztalatcsere történt. Terveink szerint a következő találkozó az november közepén lesz, viszont a vírushelyzet miatt nem tudunk pontos időpontot mondani. Az érdeklődőket a közösségi oldalunkon, illetve az adásban fogjuk tájékoztatni. A következő alkalomra is minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. A Bűvész percek első adásában egy kártyatrükköt hoztam el. Thank you.
Köszönöm szépen a figyelmet, találkozzunk a következő alkalommal is. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! A folytatásban kérem tekintsék meg a Dércy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény programjával kapcsolatos beszámolóinkat. A Nemzeti Művelődési Intézet közösségépítő kultúránk elnevezése indított programsorozatot. A Dércy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény dolgozói örömmel vettek részt a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesületével és a Helytörténeti Baráti Körrel az egésznapos programon. A délelőttöt Lakitelken a Törzserdő kempingben töltöttük, ahol egy cirkuszi sátorban nagyon színvonalos előadáson vehettünk részt. A Gózon Gyula Kamaraszínház előadásában láthattuk egy nő sorsa a 20. században, Szabó Magda, az Ember című művét. Az Arigó Szabó Magda életét dolgozza fel a gyerekkorától kezdve egészen addig, míg Magda megismeri, majd elveszti a férfit, akire egész életében vágyott. Ő és Szobotka egy lélek volt a két testben. Az ő szerelmük története egy olyan csoda, amire minden ember vágyik az élete során. Szabó Magdát Nagyváradi Erzsébet színművésznő alakítja, a prózai részbe épített zenei feldolgozásokat művésznő férje, Vasicsek János gitáron kíséri. A színészházaspár hiteles alakításának köszönhetően egy bensőséges hangulat tükrözi az előadást, amely a nézőtere szinte azonnal elvarázsolja. Igazán méltó emléket kapott ő és Szobotka is. Az írónő és férje, szerelméről könyvtár két könyvet ajánl a kedves olvasóinknak. Az első Szabó Magda, Megmaradt Szobotkának című könyve, a második Nyári Krisztián, Így szerettek ők című könyve. A program további részében a Nemzeti Művelődési Intézet székházát tekintettük meg az NMI munkatársainak köszönhetően egy körsét a keretében. Az intézmény előző vezetőivel, Hévízi Róberttel és dr. Karhamer Mátyás névvel sikerült egy közös fotóra összeállni, köszönjük a fényképet Sólyom Andreának. Befejezésül a Hungarikum Ligetet is megnéztük, köszönjük a tartalmas egésznapos programot. Zsebibabák és kiscsibészek birodalma címmel került megrendezésre augusztus 5-én a könyvtárban az első Baba Mama Klub. Időben elkezdtük a felkészülést, így élménydús programokkal vártuk a kicsiket. Első alkalommal papírszínházzal kedveskedtünk a gyerekeknek. Majd a kreatív oldalunkat bemutatva a gyerekek kipróbálhatták egyedi készségfejlesztő játékainkat. Mindenki nagyon jól érezte magát. Ismerkedtünk a könyvekkel, hiszen már ebben a korosztályban is nagyon fontos az olvasóvá nevelés. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek az első Zsebibabák és Kiscsibészek Birodalma foglalkozásra. Nagy megtiszteltetés ért minket. A kondorosi kötődésű Gonda Géza, aki évtizedeken át Békés megye egyik legkiválóbb közművelődési szakembere volt, már hosszú évek óta Brightonban él. Kondoros a látogatása során dr. Karhammer Mátyásné szíves segítségével könyvtárunknak ajándékozta a kondorosi származású Vadai István irodalomtörténész Tükörben tükröződött tükör című könyvét. Vadai István kondorosi lakosként rendszeres látogatója volt a kondorosi községi könyvtárnak, már gyermekként is szenvedélyesen szeretett olvasni. Irodalomtörténészként a régi magyar irodalom kutatásának szentelte életét. Köszönjük szépen! Augusztus elején egészségszűrő kamion érkezett Kondorosra. Ingyenes vizsgálatokra volt lehetőség, többek között vérvizsgálatra, légzésfunkciós vizsgálatra és fittségi állapotfelmérésre. A Dércy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény dolgozói is segítettek a program lebonyolításában, amely eredményesen zárult, nagyon sokan igénybe vették az ingyenes szűréseket. Augusztus 15-én második alkalommal került megrendezésre a Kondorosi Védőnői Szolgálattal a Gyerekruhabőrze a Közösségi Ház földszinti termében, amelyre ismételten előre lehetett asztalt foglalni. Ezúton is nagy érdeklődés volt a bőrze iránt, köszönjük szépen! Intézményünk életében először került megrendezésre augusztus 25-én kedden az első hagyományozó haluska készítés a DFKK-ban című program. Köszönjük a Kondorosi Szlovák Klubnak az együttműködést és mindenkinek, hogy ilyen létükkel emelték a rendezvényük színvonalát. Kérjük, tekintsék meg stábunk kisfilmjét, amely a programon készült. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket!
Önök most a DC Ferenc Könyvtár és Köznevelés Intézménynek az első haluska készítés rendezvényén vesznek részt, amely a Szlovák Klub együttműködésével jött létre. Bemutatom Kralcsovic Andrásnét, a Szlovák Önkormányzat elnökasszonyát. Ez a rendezvény jelenleg most első alkalommal került megrendezésre, de tervezzük, hogy minden évben egy kisebb hagyományőrzés keretében így ősz előtt megrendezzük. Ahogy látják a képeken és itt a videón is, fiatalok segítenek. Szeretném megkérni Kralcsovic Andrásnét, hogy egy picit mutassa be nekünk a haluska készítésnek rendszerű hagyományát, és a végén szeretném kitérni arra, hogy mi a különbség a haluska és a haluska készítésének folyamat között. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szeretném megköszönni a könyvtár dolgozóinak, hogy a kondrosi szlovákság számára lehetőséget biztosítottak, hogy egy kis ízelítőt adjunk a hagyományainkból. Kondorosra körülbelül 300 évvel, valamivel több mint 300 évvel ezelőtt érkeztek először szlovákok. Szlovákia középső részéből érkeztek az első szlovák telepesek. Az idevándorlás oka akkor elsősorban vallási eredetű volt, és jelentős számban érkeztek Magyarországra a szlovákok. Több helyen, több megyében találhatók szlovák lakta települések, de a legjelentősebb számban Békés megyében telepedtek meg a szlovákok. 17 településen élnek Békés megyében szlovákok. A szlovákok hozták a hagyományaikat, hozták a kultúrájukat, hozták a nyelvüket. Ezek közé, a hagyományok közé tartozik az étkezési szokások, a főzés és egyebek is, amelyből most láthatnak itt ízelítőt. A szlovákság az elmúlt 300 éven keresztül dacolva a történelem viharaival megőrizte ezeket a hagyományokat, megőrizte nyelvét, és mind a mai napig használjuk, éljük a hagyományokat, és beszéljük a nyelvet. Ezek közé a hagyományok közé tartozik a haluska főzés is. Valamikor azt mondták a szlovák lakta házakban, tanyákon, hogy ak szobota, tak haluskova robota. Hogyha szombat, akkor a haluska főzés, a haluska készítés ideje van. Szombaton főztek általában haluskát, nagyon szerették a tanyákon, a faluban a haluskát, ennek két oka is volt. Az első az, hogy nagyon egyszerűen főzhető a haluska, hiszen nem kell hozzá más, csak liszt, tojás, egy pici víz és egy pici só, és hát természetesen ügyes asszonyi kezek. Minden szombaton haluskát főztek, többféle haluskát készítettek, azért is volt nagyon jó ez a haluska főzés, mert amit a haluskára raktak, az minden megtermett a ház körül, a tanya körül, a falusi hortákon, és rendkívül sok mindent tudtak a haluskára rakni, már kifőzve, és egy picit megzsírozva, és nagyon finom volt a friss haluska, és aztán ízesítették káposztával, túróval, brinzával, ugye erős túróval, ízesítették mákkal, dióval, krumplival, tojással, tehát számos módját találták meg a haluska ízesítésének, és hát nagyon-nagyon finom volt ez a haluska, nagyon szerették az emberek, és a haluskának a nyújtását, a felvágását szinte művészi szintre vitték már a háziasszonyok, és úgy készítették el. Hát most ebből szeretnénk mi is egy kis ízelítőt bemutatni. A mi haluskánk ez alkalommal káposztás, túrós és mákos lesz. Jó, és ahogy látjuk itt ugye Gyöngyi kevőr már nyújtja a tésztát. Ebből milyen készül? Szeretném, hogy elmondanád, Jutka. És elmondanád itt a különbséget, itt a szélesebb metét és a vékonyabb metét is, hogy miért így készülnek. Hát ennek tulajdonképpen jelentősége, hogy milyen vastag, milyen széles, vagy milyen vékony. Ez, ahogy már mondtam is, jelentősége ízben nem volt, csak a házi asszonyok, hogy meg tudják különböztetni a káposztásat, általában szélesebbre vágták, a mákosat, az édes tésztákat keskenyebbre vágták. Tehát, és ez a házi asszonynak az ügyességét is bizonyította, hogy mennyire tudja vékonyra vágni, milyen szépen, egyenletesen tudja szeletelni, tehát ennek tulajdonképpen csak ebben volt jelentősége. És hát aztán az ízesítést, azt minden család a saját szája ízve szerint csinálta, de nagyon szeretett étel volt a
kondoros környéki, szarvasi, tótkomlósi, békéscsabai szlovákok között, hiszen ugye ezeken a településeken telepedtek meg először a szlovákok. Hát nálunk, ahogy már mondtam, és most itt látszik itt a felsorakoztatott, elkészített nyers tésztákon is már, hogy lesz szélesebb, ott vágják a szélesebb, ő lesz majd a káposztás, lesz keskenyebb, túrós, illetve mákos tészta. Aztán már ugye továbbfejlesztették a tudományt, már nem csak tésztát készítettek, hanem levest is főztek belőle, a mellettem álló Jutka ennek a nagymestere, amikor ugye szokás lett már a családoknál az, hogy volt első és második fogás, akkor készítettek haluska levest is, ami szintén nagyon finom volt, és szintén roppant egyszerű volt, hiszen apróra vágott hagymát paprikával ízesítettek, megpirították, és utána megfőzték benne a tésztát, és nagyon-nagyon jó volt a leves, és akkor már két fogásos étel volt rögtön, mert volt haluska leves is, meg a hozzátartozó tészta is. Megkérném Sonkoly Mihályt, hogy egy pár szóban elmondaná ennek a levesnek a technikáját, hogy ez miért is olyan különleges, és miért is olyan híres a férfiak körülben. A haluska leves az, mivel hogy a mezőn a férfiak dolgoztak és éhesek voltak, az asszonyoknak találékonynak kellett lenni, ezért kitalálták azt, hogy az a főzőlé, amiben az első adag tésztát kifőzték, az még valamire hasznosítható. A hagymát azt megpirítjuk, azért rendszerint 2 darab hagymát kell, hogy az kellemes íze legyen neki, megpirítjuk zsíron, mert itt csak zsírral dolgozunk, olajat a bolti tésztához használunk, házi zsírt pedig a kézzel gyúrott tésztákhoz használunk rendszerint. Megfonyasztjuk a hagymát, és fölengedjük egy pici piros paprikával, hogy annak a levesnek azért színe is legyen. És amikor kifőtt az első adag tészta, akkor a merőkanállal erre a paprikás hagymás alapra rámerjük a levet, megszórjuk egy kis sóval, ízesítünk, és a kifőtt tésztát, azt, amit még nem zsíroztunk le, azt pedig betétként hozzáadjuk a leveshez. Ez díszíthető, hogyha esetleg kedveskedni akarunk a párunknak, akkor paprikával vagy zöldségzöldjével. És ennyire egyszerű a leves, és innen megvan a kétfogásos ebédünk. Megkérnének, Jutka, hogy most meséld el, ugye nekünk a rendezvényünk ez a neve, hogy haluska vagy galusnak. Pontosan mi is a különbség? Hát a haluska és a galuska, amiben egyezik, az összetevő, hiszen a galuskát is tojásból, lisztből és vízből készítjük. A galuska még egyszerűbb, mint a haluska, hiszen nem kell gyúrni, nem kell nyújtani, nem kell olyan szépnek lenni, mint amit itt is látunk. Egyszerűen a hozzávalókat össze kell keverni, még csak túl simára sem kell kidolgozni. A galuskát valamikor egyenként kézzel szaggatták bele a forró vízbe, úgy főzték ki. Ma már ugye haladósabbra veszik a mai háziasszonyok, és éppen ezért nem is galuskának, hanem nokedlinak hívják, és a nokedlit nem egyenként kézzel szaggatják, hanem különböző típusú nokedli szaggatóval, amit egyszerűen rátesznek a fazékra, és a lyukakon keresztül beleszaggatják a forró vízbe. Ízre tulajdonképpen egyforma, csak a külleme, amikor megfő más, hiszen a kézzel készített galuska az kicsit nagyobb. Hát a nokedliból, most már így mondom, és a galuskából is inkább köretnek használták, de tojásos nokedlit mindenki ismeri, és biztos szereti, készítették, és hát a szlovákság pedig brinzás nokedlit, illetve hát brinzás galuskát készített, és azt így fogyasztották, de leginkább köretként használták. Én szeretnék itt az elkészített tésztához, haluskához minden kedves jelenlévőnek jó étvágyat kívánni, és remélem, hogy a tisztelt tévénézők is kedvet kaptak a haluska készítéshez, és ezzel is erősítik a szlováksághoz való kötődésüket. Intézményünk legfrissebb alkotása is azt bizonyítja, hogy mennyire sokoldalúak vagyunk. Egy ötlet volt csak, de ezt is sikerült megvalósítani, a könyvtár órát. Robert Katalin népszerű írónő is felfigyelt kreatív oldalunkra, melyet közösségi oldalán is örömmel posztolt. Én mindig is imádtam ezeket az órákat, ahol a számokat egy-egy könyv címében rejtették el. És ide nézzetek, a Kondorosi Délczi Ferenc könyvtárban mi kerül a 6-os helyére? Imádom! Köszönjük az elismerő szavakat, a könyvtárórát nyitvatartás időben bárki megtekintheti. Az elmúlt hetek további programjait a hamarosan megjelenő 159. adásban láthatják. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Mai könyvajánlónkban elsőként a Minden, ami Marvel című könyvet szeretném a figyelmükbe ajánlani.
A könyv legizgalmasabb részei a különböző karakterekhez készült idővonalak, amelyek bepillantást nyújtanak a szereplők történetébe. A minden, ami Marvel, tényekkel és izgalmakkal teli utazásra hív a 40-es és 50-es évek első nagy Marvel hőseitől, gonosztevőitől, cowboy sztárjaitól és képregény szereplőitől fogva a 60-as évek ikonikus szuperhősein és gonoszain át napjainkig, miközben bepillantást enged a karakterek szuperereje, az általuk használt technológia és főhadiszállásaik titkaiba. Szeretettel köszöntöm a Kultúrpercek nézőit. Mai könyvajánlónkban Hiro Arikawa az Utazó macska krónikája című könyvét szeretném figyelmükbe ajánlani. Nana, a macska úton van, de nem biztos benne, hová tart. A lényeg az, hogy imádott gazdája Satoru mellett terpeszkedhet az ezüst színű furgon anyós ülésén. Satoru nagyon szeretne találkozni három régi ifjúkori barátjával, Nana azonban nem tudja miért. Nana szelídséggel és humorral elmesél története, ami Japán változó évszakait is megörökíti, az élet váratlan kitérőinek csodáiról és örömeiről szól. Barátságról és magányról, meg arról, hogy mindig tudjuk, mikor kell adni és mikor kell elfogadni. Arról, hogy mindaz, amit szeretetből teszünk, legyen az jelentéktelen apróság vagy nagyszerű tett, hogyan képes megváltoztatni életünket. A több mint 1 millió olvasót magával ragadó könyv. Egy csodálatos történet hűségről és barátságról. Augusztus 20-án Gyulán a Kis Gábor tavon páros versenyen ismét gondolosi siker született, ahol Kékesi Mátyás és Mészáros Dávid Tour Fishing Team csapata 84 kg fogással a második helyen végzett. Gratulálunk! Március 15-e és augusztus 20-a alkalmából adományozott állami kitüntetéseket és kulturális díjakat adtak át Budapesten a Pesti Vigadóban. A díjazottak között szerepelt Kondoros díszpolgára is, Kepenyes Pál ötvös és szobrászművész. A koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzet miatt idén, március 15-én elmaradt a kitüntetések átadása. Augusztus 19-én az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából szervezett eseményen mind a két ünnep kitüntetéseit átnyújtották a díjazottaknak. Köztük volt Kepenyes Pál ötvös és szobrászművész is, akinek művészi pályafutását Kossuth díjjal jutalmazták. Szeretettel gratulálunk városunk díszpolgárának! Mai adásunk ezzel véget ért, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pali is, aki ugye hát szintén alapító tagja a csapatnak. Pali, te itt vagy, köszönjük szépen. Jó. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A DC Ferenc Könyvtár és Köznövelési Intézmény szervezésében az első Haluska készítés rendezvényünkön, amely a Szlovák Klub kivágott? A Szlovák Klub. Tehát, hogy nagyon az eleje kezdtük előre. Nagyon szeretlek. Igen. Szintén augusztus 8-án megrendezésre került a Sördől kispályás labdarúgó csapat által szervezett családi nap. Amúgy nem volt rossz. Na, bemondod, mi a véleményed erről? Ez így nem jó. Karmol. Kezdek. Viszel kamera. A farkas szemet nézd meg vele. Nem tudom neked egy pillanatig, hogy jön. Tehát látni fogja. Mehet a bakiba. Gyuri, gratulálunk még egyszer a mérkőzés, a szép volt, Bundi. Nem baj. Hát, gratulálunk még. Amúgy bármit mondhatnék a műsorban, senki nem tudná, hogy mi az igazság. Azt tudnék is. Én tudom, hogy mi van odaírva. Jó napot.
Köszöntöm a Kultúrpercek nézőit. Nem lesz jó? A végén mindig jó. Te ott a bőle. Csak hogy dolgozunk, szilveszter és jó. A kondorosi kötődésű Gonda Géza, aki évtizedeken át a Békés megye egyik legkiválóbb... Bent van egy légy. A felejthetetlen pillanatban stábunk is ott volt, a Kultúrpercek műsor készítői és nézői nevében mi is szintén augusztus... Ez szerintem nem helyes. Nem vagyok nyelvész, de úgy gondolom, hogy ez így nem jó. Ezt olvasok. Reméljük, hogy nagyon sokáig ez a Sördögök család ez marad, és működik, és megy tovább. Köszönjük szépen, mi is egyben reménykedünk. Köszönjük szépen, igen, Bálint még egyszer megkavarja, ez lesz a végszó. Kedves nézőink, minden jót innen a tájházból. Viszontlátásra! 22-ére! Thank you.